Üdvözlök mindenkit. Még mindig úgy érzem magam, mint egy kis első osztályos az első napon, pedig már 5 éve tartozom hozzátok az Ibülhöz. Előtte 10 évig Debrecenben voltam, azelőtt meg 5 évig a műegyetemen, és mindig el szoktam mondani, hogy én valahogy olyan műhelyekbe érzem jól magam, ahol még nincs befejezve a nagy vízió, hogy mi is az az építészet, és mindig keresem azokat a helyeket, ahol még romjaiba van ez a fogalom. És valahol ez fontos, azt gondolom minden építész számára, hogy ne egy befejezett akadémiai szempontok szerint teoretikusan is egy lezárt vagy egy kitaposott ösvényen haladjon az oktatói gárda, mert akkor a hallgatói gárda is kénytelen rálépni egy járt útra. Tehát keressük a járatlan utat. Ez a kis füzet tényleg egy lépés ezen az úton. A bal láb az egyik lábunk az MSC, a másik lábunk a BSC, és látszik, hogy egy ember csak úgy áll meg a lábán, úgy van egyensúly, hogyha a könyv egyik oldalán bemutatjuk a kezdeteket, az első 3 évet, és a másik lábunkkal, ha lépünk, akkor pedig egy ilyen csillagos útra tudunk lépni. Abban bízom, hogy ez a műhely jellegű oktatás, amit a tanárok közötti párbeszéd képvisel, úgy próbálunk oktatni, hogy vitatkozunk egymással, konzulensként is vitatkozunk, és ebbe a vitába természetszerűleg beemelődik a hallgató, és látja, hogy nincs meg a válasz, nincs meg a fejünkben a válasz. Sokszor megelőznek minket a hallgatók. Talán a falon lévő alkotások túlnőnek a mi szakmabeli értékítéletünkön. Például itt most néztük ezt a kis oroszlánt, amit a Clark Ádám kére került, és például amikor oda került, akkor így fogtuk a fejünket, hogy Jesszus Mária, mára megszerettük. Mi is tanulunk a fiataloktól. Bízunk benne, hogy ők is valamit tőlünk, de valakitől mindig nagyon sokat lehet tanulni, az pedig Ibül Miklós. Meg azok a nagyok a századfordulón, akik szerintem azt, hogy építészet nagybetűvel leírhatták, és ezen a nyomon haladunk, csak mai módon. Ők is megreformálták a világot, és szerintem mindenki elég tüzes, vehemens az oktatók közül, mindenki más karakter, de föl akarja szántani azt az utat, ahol a gondolatok teremnek. És most ilyen farsangi hangulatban vagyunk, előzzük a telet, újra írjuk az építészetet nagybetűvel jövő héttől. Várunk mindenkit nagy szeretettel a diploma fél évre, kit arra, kit pedig a MSC tárgy megkezdésére, a BSC-s tantárgyak megkezdésére. És azt üzenném minden hallgatónak, hogy minden pillanatban megújulva jöjjön az iskolába, mert akkor tudunk mi is megújulni. Az építészet az egy folyamatos nagy megújulás. Talán ez a szó még jobb is, mint maga, az, hogy építészet. Nagyon szépen köszönöm az oktatóknak, a Kemény Magnak, Markó Balázsnak, Kis Gyulának, Anthony Galnak, Dévényi Tamásnak azt a fajta hűségét, amivel ők gondolkodnak az iskolában, és ezzel segítettek nekem is, vagy segítenek folyamatosan elhinni azt, hogy ez a hely a világ legjobb helye, mert az jó, hogyha az emberben otthon van ez az érzés. És most tényleg úgy érzem, hogy jó úton járunk. Nagyon sok munka van még. Rengeteg. Látni a gondolatok, hogy mondjam, kuszálódottságát, tehát az, hogy fölnőjünk, azért én azt gondolom, közösen még nagyon sok évtizedet kell beletenni ebbe, hogy azok a falak úgy megteljenek erővel, ahogy azt a Balázs a múltkor a beszédében elmondta, hogy minden egyes téglába bele kell oltani a gondolatot. Hát oltsuk be ezt a gondolatot, nem csak az iskolába, a képzésbe, hanem hazánk minden egyes telkén lévő épületbe. Legyen ez a célunk, legyen nemes célunk, az vigyen minket előre az úton. És az magától fogja a sikert meghozni.
Tehát mindig egyel magasabb rendű dologra gondoljunk, és az meg fogja hozni a sikert. Gratulálok mindannyiótoknak, jó télűzést és új gondolatteremtést kívánok nektek a következő fél évre. Köszönöm.